Biztos olvastátok már a 139. Zsoltárt. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod. Már messziről is. Már messziről is. Észreveszed. Szóval tudja és ismeri. Úgy fogalmazódott, meg bennem jött egy ilyen gondolat. Isten az, akinek tökéletes CT-je és MRI-je van. A legtökéletesebb. Fantasztikus eszközöket, gépeket találnak föl, hogy segítsék az orvoslást, a gyógyítást. És döbbenetes, hogy már bele lehet látni a sejtekbe, az agyba, a kérgében és a belsejébe ilyen kis fantasztikus szeleteket készít a gép. Hát azt mondja a Biblia, ő a szívek és vesék vizsgálója. Sokkal-sokkal különlegesebb az, ahogy Isten ismer és tudja a dolgokat. 14. Zsoltár letekint a mennyből, és látja. Látja az embereket. Van-e közte értelme? Nincs egy sem. 14. Zsoltár. Jelenések könyvének a 2.-3. fejezetében ott van a 7 kisázsiai gyülekezet. Mit mond? Tudom a te cselekedeteidet, a te dolgaidat. És olyan tökéletes képet ír a gyülekezet angyalának Jézus Krisztus. Mindegyik gyülekezetre. Látta hitüket. Mit lát az életedben? Mit lát a szívedben, az elmédben, a gondolataidban?